Látványos, interaktív standok a Nyírbátori állásbőrzén. A térségből mintegy 20 foglalkoztató mutatta be lehetőségeit. A nyitott munkaköröktől a dolgozói juttatásokig itt mindent megtudhattak a fiatalok és a váltásban gondolkodók. A városvezetés 2019-ben rendezett először ilyen eseményt. A járvány miatt azonban idén tudták újra megszervezni. A kínálat széles, több ezer dolgozót foglalkoztató vállalatok és kisebb családi cégek is keresik a számukra megfelelő munkaerőt. Szakemberek szerint 8 általános végzettséggel és mesterdiplomával rendelkezők számára is nagy a munkakínálat Nyírbátorban. A nagy cégekkel szoros az együttműködésünk, tehát azt, hogy a városban működő 20-30 legnagyobb vállalat honnan, milyen létszámban foglalkoztat munkavállalókat, azzal képbe vagyunk. Nyilvánvalóan a kisvállalkozások, hogy egy kisebb cég, egy 5 fős egyéni vállalkozó, mondjuk egy karosszéria lakatos alkalmazottait honnan dolgoztatja, honnan járnak be, arról nincs információnk. Azt el tudom mondani, hogy a nagy foglalkoztatók tekintetében már nem csak hogy az egész megyéből, hanem a megyén túlról is, sőt határon túlról is nagyon sokan járnak dolgozni. Én azt gondolom, hogy ha bárki jár kell a megyében, akkor látja a nyírbátori cégek logójával felvértezett buszokat, és ez részben büszkeséggel tölti el a szívünket, hiszen ez azt jelenti, hogy a város gazdasága nő, ugyanakkor meg komoly kihívást is jelent, hiszen ez azt is jelenti, hogy a közelből, a környező településekről egyre nehezebb, sőt szinte lehetetlen kielégíteni azt a munkaerőigényt, ami fokozatosan megjelenik. Vagyis a munkaerőhiány mellett a munkanélküliségi ráta is magas a térségben. Erről már az állásbőrzével egy időben tartott szakmai fórumon beszéltek. Itt elhangzott, Nyírbátor a közelmúltban a romániai Nagy Károllyal kezdett együttműködésbe. A két város célja nem csak a helyi foglalkoztatás javítása, hanem a munkaerő határokon átnyúló mobilitása is. A fórumon résztvevő foglalkoztatók Szabolcs-Szatmár-Bereg aktuális foglalkoztatási mutatóiról is képet kaphattak. A munkaerőpiaci helyzet mind a nyírbátori térségben, mind a megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében folyamatosan az elmúlt 10 évben javuló tendenciát mutat, hiszen 2010-ben 61 ezer regisztrált álláskereső volt, és most 25 ezer alatti az álláskeresők száma. A nyírbátori térségben 2700 fő a regisztrált álláskeresők száma. Nagyjából éves átlagban ez 3000 főt tesz ki. 10 évvel ezelőtt 4900 fő volt a regisztrált álláskeresők száma a nyírbátori térségben. Tehát itt is egy javuló tendenciáról tudok beszámolni. Ami pedig Nyírbátor várost illeti, most megnéztem a friss adat, 871 fő a regisztrált álláskeresők száma. 10 évvel ezelőtt 1200 fő volt. Tehát a város szempontjából is javulnak a munkaerőpiaci mutatók. A munkaerőpiaci fórumon az is elhangzott, a megyében nincs még egy olyan város, amelynek gazdasága, lakosság arányosan olyan mértékben nőtt volna az elmúlt években, mint Nyírbátoré. A város ipari kapacitása a második Szabolcs-Szatmár-Berekben. A munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának javítása érdekében Legyél te is Nyírbátori címmel dolgozott ki programot az önkormányzat. A város, a munkahely, a lakhatás, az oktatás és a szabadidős lehetőségek összehangolt fejlesztését végzi a jövőben.